A 22. percben, kihasználva persze Lenzsér Bence helyezkedési hibáját, megszerezte a fele magyar, fele külföldi összetételű felcsúti együttes a vezetést. Majd egy óra elteltével a cserékkel nagyobb sebességre kapcsolt a Paks, nyomása góllá, mi több gólokká érett. A csereként ezúttal csatárként érkező paksi ikon Böde préselte be a labdát a Puskás kapujába, majd jött a mindig új lendületet és egy kis kreativitást is hozó Nagy Richárd alakítása. Amit ugyan öngólként könyveltek el, de a Ricsi becenévre hallgató játékos érdemei a vezető gólban, a fordításban aligha vitathatók el. Bognár gólokkal végképp eldőlt a meccs. Persze ez a mai Paks a hátralevő percekben nem visszaállt, hanem a negyedik gólról az ötödikre hajtott. Ennél fogva belefért, hogy a cserékkel följavult támadóbb Puskás meglőtte Szabó János balszerencsés közreműködése is kellett ehhez a második gólját, amit ugyanúgy öngólnak könyveltek el, mint az egyik már említett paksi találatot. Paks Puskás az utolsó előtti fordulóban 4-2. Kibeszélt már a lefújás után is arról, hogy a paksiak országos gólkirály jelöltje Hán János még az első félidő hajrájában 0-1-nél 11-est hibázott. Az, hogy nyomás alatt tartottuk az ellenfél kapuját, ez eredményezte egyébként a győzelmet, mert hibára kényszerítettük őket több esetben is. Ha nem megy a játék, akkor ez a megoldás. Ebben jók voltunk egyébként, mert hozzáállásba, brusztba ma szerintem ez hozta a sikert. A játék minősége az most elmaradt a vártól. Legalábbis az általam elvártól, igen. A meccs után kiderült a PFC másfél évtizede íródó NB1-es történetének második legjobb idényét zárta. 10 éve Kis Károly irányításával lettek ugyanis másodikak, most meg már egy jóval erősebb bajnokságban negyedikek. Nos, ahhoz képest, hogy az idei indulásnál még Ostermayer Gáborral a biztos bentmaradás kiharcolása volt a cél, újra eufórikus állapot alakult ki a paksi fociban.